Kedves hölgyeim és uraim, az ünnepi ceremónia hamarosan elkezdődik, ám a testvér települési aláírásról azért néhány gondolatot szeretnék önöknek, szeretnék nektek elmondani. Az eredetileg a II. Világháború után népszerűsödő testvérvárosi kapcsolatok kiépítése abból a szándékból született, hogy az emberek felismerték, úgy léphetnek előre kölcsönösen, ha szorosan együttműködnek más településen élőkkel. Az eredeti cél az volt, hogy elsősorban Európa különböző régióinak városai megosszák egymással a különböző működési területek tapasztalatait. Fegyvernek városának már van testvér települése, egészen pontosan a szlovákiai Fegyvernek településsel van élő testvérvárosi kapcsolat. Fegyvernek városának delegációi már több alkalommal segítették a kárpát-aljai Visk települést karitatív segítséggel, de kulturális területen is együttműködtek. A fegyverneki néptáncosok már részt vettek az ott szervezett néptánctáborban, és az ottani helyi csoportok is ellátogattak ide hozzánk Fegyvernek város napjára, ahol fellépésükkel színesítették a kulturális programot. Visk, az egykori koronaváros, a Máramarosi medence délkeleti részén, az ukrán-román határ mentén, a Tisza balpartján, Husztól mintegy 25 kilométerre fekszik. Visnek több mint 8000 lakosa közül mintegy 4000-en magyarnak vallják magukat. A gazdag népművészeti hagyományokkal rendelkező településen az alapintézmények mellett több civil szervezet is működik, segítve a kulturális életet. Fegyvernek városa rendkívül fontosnak tartja a nemzeti összetartozást, ennek az érzésnek a tettekkel történő megvalósítását is. Szeretnénk a két település között kialakult kapcsolatot tovább mélyíteni. Az együttműködést különböző kulturális, művészeti, oktatási, sport, ifjúsági, pályázati, turisztikai, civil területekre és szintekre is kiterjeszteni. Kedves hölgyeim és uraim, az ünnepi alkalomból fölkérem Tatár László polgármester urat, hogy köszöntse Viski vendégeinket, és mondja el ünnepi beszédét. Tisztelettel köszöntök minden kedves vendéget, immár 4. alkalommal rendezzük a városnapi ünnepségünket. Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak a munkatársaknak, akik az elmúlt 10 napban reggeltől estig tevékenykedtek, hogy minden a mai napra teljesen tökéletes legyen. Tehát nagyon szépen köszönöm a munkatársaimnak azt a hozzáadott munkát, amit az elmúlt egy hétben végeztek. Tisztelettel köszöntöm Kárpátaljáról érkezett kedves vendégeinket Visk településről. Itt a bevezetőben elhangzott, hogy számunkra nagyon fontos az, hogy a Magyarországról kintrekedt külföldi testvéreinket tudjuk köszönteni, illetve tudjunk együttműködéseket kezdeményezni, mind a kultúrában, mind a gazdasági, sport területen. Ez a kapcsolat közel 4 esztendővel ezelőtt alakult ki, és ez köszönhető a katolikus Caritas csoportnak, illetve Leblancné Rozikának, aki, hogy is mondjam, teljes lélekkel, szívvel állt ehhez a dologhoz. Elhangzott a bevezetőben, hogy van már egy testvér településünk, a szlovákiai Fegyvernek, ővelük is ápoljuk a kapcsolatot, de most egy új szintre emelnénk ezt, és egy másik település is bekapcsolódik ebbe a testvértelepülési kapcsolatba. Tehát most itt ünnepélyesen alá fogjuk írni azt a testvérvárosi kapcsolatot, amit előkészítettünk, és reményeink szerint tovább tudjuk folytatni ezt a kapcsolatot, illetve tovább tudjuk fejleszteni. Úgy kulturálisan, gazdaságilag, minden téren igyekszünk, hogy segítsünk a viskieknek, illetve ők is, amiben tudnak, megpróbálnak együttműködni velünk. Köszönöm szépen, és kívánok a mai napra jó szórakozást mindenkinek. Köszönöm szépen. Polgármester úr, kedves közönség, kedves vendégek, engedjék meg, hogy nagyon szépen köszönjem meg a meghívót a mai napra a fegyvernek falunapra. Nagyon örülök, hogy a mai nappal ezt a régi
ezt az 5 évi kapcsolatot, amelyik van köztünk, mi máma megerősítjük az aláírásokkal a polgármester úrral. Nagyon várunk önöket, akinek lesz egy olyan lehetőség 25. szeptemberben Viskre jönni és lenni a falunapon. Remélem, hogy mai naptól sokkal gyakrabban fogunk találkozni Visken, Fegyvernek, városba. Csodálatos a tiétek a város, fantasztikus dolgokat láttam. Nagyon szépen köszönöm a polgármester úrnak a tegnapi kirándulásért, mert olyan dolgokat láttam, amelyeket hétfőtől kezdve fogok próbálni Visken csinálni. Úgyhogy köszönöm önöknek, köszönöm mindenkinek. Köszönjük szépen, polgármester úr, és hát reméljük, hogy nagyon jól fogjátok magatokat itt érezni a mai napon is. Kedves hölgyeim és uraim, elérkezett az az ünnepélyes pillanat, amikor a testvérvárosi kapcsolat lényegében hivatalosan is létre fog jönni. Fölkérem Tatár László polgármester urat és Hajovics Jaroszláv polgármester urakat, hogy ünnepélyes keretek között írják alá a testvérvárosi megegyezés dokumentumait. És természetesen, mivel minden jó kapcsolatnak alapja egy-egy csodálatos hölgy, így egy nagy tapssal köszöntjük a polgármesteret, feleségeit is. Köszönjük szépen innestől most már hivatalost, hogy Visk, Nagyközség és Fegyvernek városa testvérkapcsolati viszonyba lépett egymással. Egy nagy tapsot mindenféleképpen, szerintem ez az örömteljes pillanat megérdemel. Az életem bízom rád.
ahol az arcodban láttam a magam arcát. Gyere is egyszer végre, amikor új nap ébredve vár. Gyere is bújj hozzám újra Magyarország, én ezer év óta várlak már. Gyere is egyszer végre, amikor új2013-ban kaptuk meg a városi rangot, és most az idén már a negyedik városnapi rendezvényünket rendezzük. Én úgy látom a mai napunkat nézve, hogy a lakosság nagy része itt van, tehát elégedett vagyok összességében az egész rendezvényel. Látható, mindenki örül, jól érzik magukat, szórakoznak. Az időjárás is talán kedvez, az előrejelzések mondtak egy picit rosszabbat, de én úgy gondolom, hogy rendben vagyunk a mai nappal teljes mértékben. Az idei esztendőben sikerült eljutnunk arra a szintre, egy elmúlt 4 éves kapcsolat eljutott odáig, hogy sikerült egy testvérvárosi kapcsolatot kiépíteni, illetve aláírni ennek az írásos okiratát. Civil kezdeményezéssel, Katolikus Karitász annak idején táborozást szervezett itt Viski gyerekeknek, illetve voltak adománygyűjtések, amit ugye elvittek Viskre, és így évről évre mindig alakult ez a kapcsolat, aztán most eljutottunk arra a szintre, hogy mondhatom azt, hogy már baráti viszony alakult ki, és sikerült ezt a testvérvárosi megállapodást megkötni. Egyrészt szeretnénk a határon túli magyarsággal bővíteni a kapcsolatot, egy érdekes adalékot tudnék mondani, például az állampolgárság tekintetében a településünkön, pedig azt mondom, hogy tehát nem vagyunk egy olyan ismert nagy település, vagy akár egy megyei jogú város, de azért itt nálunk, emlékeim szerint közel 30-an kérték az állampolgárságot, itt tették meg nálunk az állampolgársági esküt, határon túli magyarok. Tehát én úgy gondolom, hogy ez azért beszédes dolog. Egy testvérvárosi szerződés aláírásának voltunk a tanúi. Hogyan jött a kapcsolat? Hát 5 év ezelőtt a Katolikus Egyház támogatást küldett a viski polgárságnak, és ez nagyon jól esett. Evel kezdtünk a testvérvárosi kapcsolatot. Mai nappal megerősítettünk az aláírással a fegyverneki polgármesterrel ezt a kapcsolatot, és remélem, hogy tovább is folytatni fogunk ezt a kapcsolatot, és örömmel várunk a vendégeket, fegyverneknő Viskre. Szeptember 25-án a falunapra örömmel várunk mindenkit, akinek lesz lehetősége fegyverneknő nálunk hozzánk a Viskre a falunapra. A mai nap is csodálatos, de a tegnap is
azt a kirándulást, amit a polgármesterrel jártunk ebbe a városba, ez csodálatos volt. Nagyon sokat tanultam, nagyon sokat láttam. Én valamikor nem olyan régen gépészmérnök voltam, de azt, amit láttam, ahogy dolgoznak itten az emberek, azt a munkát, amit láttam, amit csinálja a polgármester, ez szörnyű, ez fantasztikus. És legközelebb én visszatérek Viskre, és azt, amit láttam itten, azonnal fogom próbálni Visken csinálni. Úgyhogy örülök, hogy megismerkedtem a polgármester úrral, és fogjuk folytatni ezt a kapcsolatot meg. Polgármester úr elmondta, hogy 5 évvel ezelőtt kezdődött a kapcsolat, és hogy nagyon-nagyon sok minden az, amit tanult Fegyvernektől, és amit szeretne hazavinni, és igen, ezt mondta, és otthon hasznosítani. Mit szól mindenhez? Önök tanultak-e valamit az ott tartott? Ugye mi egy egészen más rendszerben működünk, másképpen alakult a rendszerváltás is, tehát másképpen működnek az önkormányzati rendszerek. Mi egy picit azt mondom, hogy talán a magyarországi önkormányzatok közül is talán másabbak vagyunk, sok-sok mindennel foglalkozunk. Tehát itt ami tetszett polgármester úrnak, hogy földeken gazdálkodunk, eszközeink vannak, állattartó telepünk van, halastót üzemeltetünk, tehát annyi minden olyan vállalkozó tevékenységet folytatunk, ami egyrészt kiegészítés jelent az önkormányzat bevételeihez, másrészt megpróbálunk ugye a munkalehetőség irányába elmenni. Ez nagyon megragadta a polgármesterot, hangot is adott ennek, nagyon tetszett neki az egész. Mondta is, hogy hétfőn ő már bele is fog ebbe az egészbe, és ami itt tapasztaltakat megpróbálja átültetni az ő településüknek. Mi az, amit várnak ettől a testvérvárosi szerződés aláírásától? Hát mindenképpen az, hogy próbáljuk azt a határon túli magyarságnak, magyaroknak a szélesíteni a kapcsolatát, tehát mind a kultúra megőrzésében, talán sport területen is, illetve én nekem vannak bizonyos gondolataim gazdasági téren is, tehát vannak elképzeléseink, megpróbáljuk megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak. Ugye, hát Viskárpátalja még ugye az uniós csatlakozás tekintetében még talán a küszöbnél sincs, vagy az ajtónál sincs, de azért reményeink szerint hát egyszer eljuthatnak oda, és akkor jóval könnyebb lenne az együttműködés, így ugye a határok ilyen szempontból picit gátolják ezt a dolgot, de hát megpróbálunk ezzel valahogyan megbirkózni, keresni fogjuk mindenképpen minden lehetőséget, tehát az élet minden területén megpróbálnánk az együttműködést szélesíteni, bővíteni, remélem, hogy a következő évben már tudunk beszámolni bizonyos dolgokról. Beszéljünk akkor még a mai rendezvényről egy kicsit. Milyen programok várják az ide ellátogatókat, és milyen kísérő programok vannak? Hát program az nagyon széles, helyi fellépőktől vendégművészekig, talán hajnal 3-ig fog tartani, most pontosan nem, nincs a fejemben a forgatókönyv, de tehát neves művészektől kezdve a helyi fellépőkig, tehát sok-sok gyerekek, tehát mondhatom azt, hogy a teljes paletta. Elég sok civil szervezetünk van, együttesek, szapári népdalkör, színjátszók, táncosok, én úgy gondolom, hogy a teljes paletta képviseltetve lesz. Várjuk dr. Fazekas Sándor földművelési miniszter urat az esti órákban, reményeink szerint meg fog érkezni, mivel is még itt akár a lakosok is tudnak találkozni, illetve lesz lehetőség kérdéseket föltenni. Összességében azt szeretném, hogy nyugodalmasan, rendesen, ne legyen semmilyen olyan probléma is, és akkor be tudjuk ezt a párosnapi rendezvényt úgy fejezni, hogy mindenki megelégedésére és szórakozására. 2013-ban megkapta a városi rangot. Mennyiben változtatta ez meg Fegyvernek életét? Hát egyrészt talán mondhatom azt, hogy tartásunk szempontjából elég makacs emberek élnek itt Fegyverneken, tehát hasonlítani lehet a kun emberekhez, makacs, nyersnyakas emberek élnek itt, tehát amit a fejükbe vesznek, azt nehezen lehet abból hát kiverni. Én úgy gondolom, hogy tehát ez egy a település fejlődésének egy új lépcsőfoka, amivel hát egy szintet elérjünk. Ugye elkészült a csatornahálózatunk, most tavaly évben került átadásra,
a mostani uniós ciklusnak a pályázati lehetőségeit is megpróbáljuk messze menőkig kihasználni. Nagyon sok pályázatunk van bent a elbírálás alatt. Közösségi közlekedés fejlesztésétől a buszmegállóig, a belvízelvezetéstől, gyakorlatilag barna mezős beruházásokig, épületek energetikai fejlesztésére, tehát nagyon sok minden van, amire hát próbálnánk itt a településünket hát előrevinni, segíteni, fejleszteni. Meglátjuk, hogy az elkövetkezendő egy-két évben mire tudunk ebből esetleg nyertesen, vagy mit tudunk megvalósítani. Én úgy gondolom, hogy a következő időszak reményeim szerint nagyobb sebességre tudunk kapcsolni, és még jobban tudunk előre jutni. Az, ami itt készült. Marha pörkölt. Hogyan készült? Nem mindennapi, úgy látom, az az edény, amiben elkészült. Nem, ez egy 1200 fős őst, 800-900 adagra főztünk. Hagymát megdíszteltük, lecsó van benne, paprika, paradicsom, a fűszerek, sóbors, kömény, meg majoránna, piros arany, erős pista, meg a hús. És akkor így megfőztük. Nehezebb ekkora mennyiséget elkészíteni, mint otthon a családnak 1-2-3 főre? Hát mondjuk nekem őszintén szóval nem, de a családoknak biztos nehezebb volna. Nekünk könnyű, mert mivel benne vagyunk már régóta. Hány ember kavarta? Három. Hárman. Ők, Boriska meg János, ők kavartak, mi hárman. Beszéljünk egy kicsit az edényről. Ez egy őst, ezt a polgármesteri hivatal készítette erre az ilyen célokra. Mindenfele viszik, szokták vinni ilyen vándor kupákra, ide-oda-moda, és most mi ebbe főztük meg a pörköltet. Mennyi ideig készül ebbe az étel? Ebbe? Hát attól függ, hogy milyen a marha, hús, ha öreg, akkor sokáig, de ezt egy 3-4 óráig főztük. Fél négykor jöttünk, és most lett kész 11 órára. Ez a turizmus 10 pedagógus családdal indult 96-ba. 2000-ben bátrak voltunk, nagyot vállaltunk, és bejegyeztettük a civil társadalmi szervezetként ezt a kis szövetséget, és azóta csak fölfelé íveltünk, és sajnos 2 éve megálltunk. Az ukrajnai válság és a háború miatt az anyaországi kedves hozzálátogató vendégeink féltek Kárpátaljára utazni. De most köszönhető a Rákóczi Szövetségnek, hogy kiírta ezt a pályázati lehetőséget, ismételten elindultunk dolgozni. Én mindig elmondom, hogy mi nem
segélyszállítmányra számítunk, hanem munkára. És hogyha az emberek hozzánk ellátogatnak, és ők jól érzik magukat, mi még mindent megteszünk, hogy ők élményekbe gazdagon távozzanak Kárpátaljáró Viskről. Mi azért nagyon széleskörű munkálatokat vállaltunk magunkra. Nagyon sok tánctábort szervezünk, népzenei, néptánctábort, mindenféle rendezvényeket. Most volt a 7. alkalommal a Máramoros megye 5 koronavárosok találkozója, amit szintén a falusi turizmus vállalt magára, és azon kívül pedig hát olyan programokat kínálunk a kedves látogatóknak, ami színesebbé teszi az ott létüket a településünkön. Nem azt mondom, mert csillagtúraszerűen megismerik Kárpátalja a magyar történelmi nevezetességeit is, de viszont egy napot Visken töltve nagyon sok mindent tudunk nekik mutatni. Elmegyünk a szalmafonókhoz, és amit tetszenek itt látni, Visk Kárpátalján egyelőtt álló település, ahol az a megélhetés van az idősebb korosztálynak, és most már sajnos a fiataloknak is, hogy csuhéból készítenek mindenféle ajándéktárgyakat. Ezeket hoztuk most ide el, hogy megnézhetik. És a kalotát, ami szintén a községünkre jellemző. Hogyan képzeljük el ennek a falusi turizmusnak a székházát? Hát ez a székháza most a Viski Tájház. Ugyanis 6 éve felújítottunk egy régi parásztházat, és ott egy élő tájház működik. Nagyon szépek a munkák. Van-e valami jellegzetesség, ami csak önökre jellemző, amit belevisznek a munkájukba? Gondolok itt színre vagy mintára. Hát színre igen. Hát attól függ, hogy milyen megrendeléseket kapnak. Tehát nálunk ez a kalotai, amit tetszenek az asztalon látni, ez a kék kell kivart, tiszta fehér, és most már van egy ilyen változat, hogy barna, és a barnának egy árnyalatát viszik bele a motivumokba, de átlagban, ha régi hagyományokat szeretnénk bemutatni és ápolni, akkor az kimondottan a fehér, amit itt tetszerek látni. Nincs piaca, tehát ezt kutatjuk. Ennek próbálunk valamilyen piacot szerezni, hogy volna egy vállalkozó, aki azt mondta, hogy eljövök egy kis busszal, és fölvásárolom ezeket a termékeket, és ezzel nagyon sokat tudnánk segíteni azoknak az asszonyoknak, akik ebből élnek. 10 éve kutatok egy ilyen vállalkozót, aki erre piacot nyitna nekünk, eljönne hozzánk, és neki ugye engedélye rendelkezni, és áthozná a határon, és vinné tovább, akár Németországba, bárhova. Én nem találtam ilyenre, de reménykedek benne, hogy ha meghallják az adást is, valaki majd fölhív, és azt mondja, hogy igen, itt vagyok, és tudok segíteni a Viski asszonyokon.
kell erről a népi játszótérről tudni. Mikor alakultatok? Olyan 3 év körül volt az első megjelenésünk még Túrkevén, és ugye fajátékokat, népi játékokat viszünk a rendezvényekre, ingyenes természetesen ez a szülőknek, gyerekeknek egyaránt. Többnyire mi készítettük a játékokat, a Sergő az egyetlen kivétel, mert ugye oda olyan engedélyek kellenek, amiket mi nem tudtunk beszerezni, de a legtöbb játékot azt mi csináljuk otthon, éjszakánként, délutánonként, amikor van időnk. És honnan az ötlet, hogy éppen milyen játék, mit, hogy találtok ki? Hát igazság szerint gyerekkorunkból, internetről nézünk, nagyszülők mondják, hogy milyen játékok volnak. Van például csirkepofozó, egy kosárra rá van akasztva egy gumicsirke, bele kell ütögetni. Régebben mással játszották, ugye nem gumicsirkével, hanem mondjuk csuhébabával, vagy egyéb ilyen dolgokkal, de ugye a gumicsirke, meg csuhébabát az ugye elég szépen esne szét minden ütésnél, ugye a gumicsirke tartósabb. A patkódobálós ugye az egyértelmű, mindenki dobott patkót. Van a horgászbotos, pecabotos, ugye aki szeret horgászni, van gyerek, aki egy órát is ott tud ülni a szék mellett, hogy kapjon a hal, de valamikor magától nem jön. Van a sajtos, amin fel kell vezetni ugye a golyót egészen a csúcsig, úgyhogy ne essen bele a golyókba. Ez például interneten láttuk, de ez is népi játék. A lengőteke, azt szerintem ugyanúgy nem kell elmondani, hogy micsoda, mert ugye mindenki tudja. Mik a tapasztalataitok? Mennyire élvezik a gyerekek ezeket a játékokat? Nagyon élvezik, tehát mindig, amikor eljönnek, óra hosszán keresztül tudnak játszani. Ugye rengeteg játékunk van, nem egy, nem kettő. Jelenleg, jól tudom... Van kedvenc gyerekeknek? Minden a kedvenc. Tehát a Sergő az ugye a kisebb gyerekek nagy kedvence. A nagyoknál meg úgy minden alapvetően. Felnőttek is odaülnek az asztalhoz, malmoznak, ördöglakatokat próbálják legyőzni. Egyre több rendezvényre hívnak el minket, gyereknapokra, húsvéti rendezvényekre, falunapokra, de szokás ugye nyugdíjas klubok is megszoktak már minket hívni, hogy egyéb ilyen vetélkedőket tartsunk nekik, és a környéken majd mindenhol ott vagyunk. Minden péntek szombaton alig kérem ki, ha fröccsön már is ott van az asszony, csibőre tesz az ajtóba, s így ordítja el magát. Jó, érezzük magunkat, várjuk a művésznőt, hogy fellépjen. Melyik fellépő tetszik várni? Madarász Katina. Kicsit kikapcsolódik az ember. Nyugdíjas, nem megy sehova se, legalább ide. Egyedül tetszett érkezni? Nem, a lányommal érkeztünk. Ha nem jössz haza, meglátod, meglátsz Jóska, megbánod. Jóska, rögtön gyere haza, mert kihűl ott van a vacsora. Fegyvernek ilyek tetszenek lenni? Volt mezővásárhelyről jöttünk. Hogy kerültek ide? Hát interneten keresztül nézzük a programokat általában, és onnan értesültünk, és innen majd tovább utazunk. Mi volt az a program, ami megragadta önöket, hogy ide el kell jönni ma? A műsorok, az ezek. Régen voltunk erre, és úgy döntöttünk, hogy eljövünk. Milyennek látják fegyvernek? Nagyon jó. Tetszik, szép, igen. Voltak már itt? Átutazóba szoktunk alkalomszerűen 2-3 évente a főúton, de amúgy még itt, ahol most vagyunk, nem. Mennyit változik, mikor erre járnak? Változik sokat, sokat. Hát fejlődik, látszik rajta. Hódmezővásárhelyen vagy ott a térségben szokott lenni ilyen rendezvény? Nem igazán. Hát a térségben igen, de Hódmezővásárhelyen ott nem nagyon. Ott nem nagyon, augusztus 20-án mindig operett van, és az szokott lenni, de már szeretik, ha szerették az operettet, de már unja a város, az igazság. Elmondom az anyósnak, mi a lánya hibája, hogy mama
én nem maradszom magára, egy kicsit nagy szájú lett talán. Hogy érzi magát a negyedik fegyvernek? Szépen jól érzem magam. A fegyvernek itt tetszik lenni? És mi az a program, ami ide vonzott a mai napon? Hát a férjem akart annyira lejönni. Én nem igazán szerettem volna, de kötélnek álltam. Ja, akkor kedves férjét kérdezem meg, miért akarta annyira, hogy eljöjjönek? Jó érezzük magunkat egy kicsit, ugye kikapcsolódjunk, ugye egész héten dolgozunk, és egy kicsit kikapcsolódjunk. Ez a negyedik városnap, milyennek látja az előző háromhoz képest? Fejlődik ez a rendezvény? Szerintem igen, fejlődik, igen. Úgyhogy örülünk neki, hogy vannak ilyen programok, úgyhogy megköszönjük a polgármester úrnak, úgyhogy így tovább. Én fegyvernekinek vallom magam, de 50 éve már Pesten élek. Elmentem középiskolába, mert elvégeztem a 8 általános, és 58-62 között jártam középiskolába, Karcagon, nem olyan messze innen. Milyennek látja most fegyverneket ahhoz képest, amilyen volt, mikor ön elkerült? Fejlődik. Amióta város lett, azóta úgy látom, hogy nagy léptekben megy a fejlődés. Mennyi időként jár haza fegyvernekre? Hát én azért évente járok azért néhány alkalommal, mert a családomból öcsém meg a húgom még itt élnek. És meg szoktam őket is látogatni, meg nosztalgikus dolgok is vannak, amik visszahúznak. Régi ismerősökkel ilyenkor össze szokott ülni egy-egy sörre? Persze, van, akit nem is ismerek, meg roppant kényelmetlen, mikor nyakamba borul, hogy borzasztó, hogy vagy épp megismerem, de nem tudom, hogy hívják. Nagyon kellemetlen tud lenni. Magam is, ám a tej a rózsa is, kinyílik az maga is. Vágok olyan rendet minden, ha nem